Nagyon szép napot kívánok mindenkinek! Valóban június hónapban minden nap megszólítottam egy idegen embert. Lehet, hogy ez furcsának hangozhat, de alapvetően én introvertáltnak tartom magam. Annak ellenére, hogy az életem nagy részében emberek figyelmének a középpontjában állok, de mégiscsak, hogyha őszinte vagyok, akkor magánemberként mondjuk az utcán a legkomfortosabban úgy érzem magam, hogyha a fejembe húzom a kapucnit, és inkább nem keresek szemkontaktust senkivel. És ezen szerettem volna változtatni, és úgy éreztem, hogy ez a kihívás egy nagyon jó alkalom erre, ezért választottam ezt. Rengeteg mindentől tartottam az elején, féltem attól, hogy fogok minden nap alanyt találni, hogy lesz megfelelő szituáció, megfelelő ember, akit meg lehet szólítani. Attól tartottam, hogy hülyének fognak nézni időnként, hogy ciki lesz, hogy esetleg én hozom a másikat kellemetlen helyzetbe azzal, hogyha megszólítom, és ez nyilván nekem is kellemetlen lesz, szóval tele voltam gátlásokkal. Minden esetre belevágtam, és gyakorlatilag 3-4 nap elég volt arra, hogy ezeket a gátakat elengedjem. Hiszen annyi pozitív meglepetésért és annyi pozitív élményt kaptam, hogy gyakorlatilag a 4.-5. naptól már vártam, már lestem az alkalmakat, hogy mikor szólíthatnék meg valakit. Alapvetően két élményem volt, amit mindenképpen szeretnék kiemelni, két fontos tapasztalat. Az első az, hogy gyakorlatilag igazán negatív élményem nem volt. Nem volt ciki. Nem volt kényelmetlen és nem volt kellemetlen. A legkevésbé sikeres próbálkozások tulajdonképpen azok voltak, amikor egy mosolyt adtunk egymásnak, én tettem egy megjegyzést mondjuk az időjárásra vagy a viharra, ami éppen leszakadt, egymásra mosolyogtunk és mentünk tovább. Ez volt a legkevésbé sikeres, de még itt is kaptunk egy mosolyt egymástól. Az általános az volt, hogy egy-két mondatig elszmoltókoltunk egymással, megvitattunk egy nagyon egyszerű dolgot, de volt nem egy olyan eset, amikor kifejezetten tartalmas beszélgetésekbe sikerült belebonyolódni, de minden esetre negatív élmény tényleg nem volt, őszintén. A másik nagyon fontos élmény, amiért és amire tulajdonképpen nem számítottam, az pont a meglepetés volt, hogy szinte mindenkiben volt valami, amivel meg tudott lepni. Például volt olyan, hogy egy óvónővel beszélgettem, és kiderült, hogy vagy 10 évvel fiatalabbnak néztem a koránál, és aztán ő meg is fejtette, hogy hát a gyerekek tartják őt fiatalon. Vagy volt egy olyan eset, hogy beszélgettem egy férfival a dalszerzésről. Nagyon jó beszélgetés volt, és nagyon lényeglátó kérdéseket tett föl, biztos voltam benne, hogy valamilyen kulturális területen dolgozik, és kiderült, hogy teherautó sofőr. És ráadásul még szerette is, amit csinált, tehát hogy ez még csak nem is egy kényszernek tűnt az ő életében. Aztán volt egy harmadik alkalom, amikor egy melóssal beszélgettem, aki építkezéseken dolgozik, és ízig-vérig rocker volt, mondta is, hogy ő csak a rockzene érdekli, és éljen a rock. Majd aztán kitört belőle, hogy egyébként ma délután itt a sarkon egy utcazenész hárfán játszott, és olyan gyönyörű volt az a hárfa muzsika, hogy ilyen szépet ő még életében nem hallott. Szóval egyszerűen nagyon sok esetben volt az emberekben valami, bár nem tartom magam előítéletes embernek, de mégis, ha őszinte vagyok, akkor be kellett, hogy valljam magamnak, hogy nem néztem volna ki belőlük, és ez nagyon jól esett, ez nagyon jó volt megélni. Úgyhogy szeretném megköszönni a Hősök Tere kezdeményezésnek azt, hogy rávettek erre a kihívásra, mert úgy érzem, hogy tudtam egy picit fejlődni, egy picit változni, és ugyanez apróságnak tűnhet, és tényleg néhány perc volt naponta, amit ez az egész elvett az életemből, illetve leginkább hozzáadott, de mégis azt éltem meg, hogy az életminőségem változott ez alatt az egy hónap alatt, és nem kicsit. Egész egyszerűen attól, hogy elkezdtem idegen emberekkel beszélgetni, úgyhogy nagyon-nagyon örülök a tapasztalatnak, és nagyon örülök neki, hogy belevágtam, és hogy sikerült végigcsinálni. És most, hogy ilyen jól belejöttem ebbe, kedves, ismeretlen idegenek, hadd szólítsalak meg benneteket, és hadd kérjelek fel benneteket egy gyakorlatra. Ez számomra is
egy kísérlet lesz, ugyanis ezt a gyakorlatot kisebb csoportban, 30-40 fővel már jó néhányszor elvégeztem, de ilyen nagy tömeggel még soha, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog kisülni belőle. Mindössze a hangotokat szeretném kérni, de ne ijedjetek meg. Ez egy olyan gyakorlat, amiben nincs rossz hang, nincs hamis hang, csak érvényes hangok vannak, és mindenkinek a hangja jó hozzá. Nagyon egyszerű lesz, amit csinálni fogunk. Mindenki először némán elképzel egy hangot, és aztán integetni fogok, és az integetésre mindenki ezt a hangot megszólaltatja és kitartja hosszan. Egészen addig, amíg el nem fogy a lélegzete. Ha elfogy a lélegzetetek, akkor vegyetek egy új levegőt. Ez nagyon fontos része a gyakorlatnak. És az új lélegzettel folytassátok ugyanazt a kitartott hangot. Első körben csak ennyit csinálunk. Készen álltok? Gondoljatok egy hangra. Gyönyörű, folytassátok. Figyeld meg a saját hangodat. Figyeld meg a környezetedet, a közvetlen környezetedet, a távolabbi környezetet, hogy milyen hangok érnek el hozzád. Gyönyörű szép. Kurtág és Ligeti megirigyelni. Köszönöm nektek. Ez volt az első kör. Most megyünk tovább. Ugyanígy fogjuk indítani, mint ahogy most kezdtük. Utána pedig néha integetni fogok, és minden integetésre két dolgot tehettek, eldönthetitek. Vagy maradtok ugyanazon a hangon, nem felejtetek el lélegezni, és tartjátok azt a hangot, amit elindítottatok. Vagy pedig magatokat és a környezeteteket figyelve kiválasztotok egy olyan hangot, ami távolabb esik a többiektől. A sokszínűségre próbáljunk megtörekedni. Zeneelmélet, ilyen dolgok egyáltalán nem számítanak, mindent felejtsetek el, amit a zeneiskolában tanultatok. Az a lényeg, hogy minél sokszínűbb hangképet próbáljunk meg létrehozni. Vagyis, ha úgy érzed, hogy túl közel vagy a szomszédodnak a hangjához, akkor a következő intésre próbálj meg valami teljesen más hangszint vagy hangmagasságot elérni. Vagy ha jól érzed magad ott, ahogy vagy, akkor folytasd ugyanazt a hangot. Próbáljuk ki. Elképesztők vagytok. Innen föntről éteri harmóniának hangzott, higgyétek el. Azt hiszem, valahol ott a legközepén lehet a legizgalmasabb, mert onnan oda mindenfelől érkezik hang, de biztos vagyok benne, hogy a széle pedig pont azért különleges, mert ott csak egy adott irányból érkeznek a hangok. Még egy része van ennek a gyakorlatnak. Ugyanúgy fogunk indulni, mint eddig, mindenki elképzel egy hangot, elindítja. Szól az éteri harmónia. És a következő intésekre megint két dolgot tehetsz, vagy maradsz ott, ahol vagy, ahol jól érzed magad, vagy pedig megpróbálsz közelebb menni a szomszédodhoz, vagy egy távolabbi hanghoz, egy másik hanghoz, ami tetszik. Mindenki ezt a két dolgot tegye, vagy maradjon ott, ahol jól érzi magát, vagy pedig közelítsen valakihez. Képzeljétek el egy hangot.
birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know. That's how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Köszönöm szépen nektek, csodálatos volt. Köszönöm.